Itt látható az első Szombathelyi Sertés, Hízlalda és Húsfüstölő gyárnak a számoló cédulája. 1898 és 1902 között létezett ez a gyár itt Szombathelyen, és például ők árulták a szavária kalbászt és a szavária sonkát. A római alapítású szaváriát, azaz a mai Szombathelyt 2000 éves története során emlegették szaváriaként, és használatban volt a német megnevezése Steinamanger is. Ezek mint márkanevek a 19.-20. század fordulójától megjelennek különböző termékeken. Máig használják szervezetek, cégek vagy éppen rendezvények megjelölésére. Azt szeretnénk, hogy a mai fiatalok is tudják azt, hogy milyen gazdag ipari, kereskedelmi, idegenforgalmi múlttal rendelkezik ez a város. A városnak a neve, mint olyan, milyen márkaként tud szerepelni egy-egy terméknél, és ugye ezek hogyan jelentek meg a maguk korában. Szombathelyen gyártott gyufa, a székesegyházat ábrázoló levélzáró bélyeg, szabária borotva penge. Néhány apróság, amelyen feltűnik a Vasi megye székhely neve. Nagyon sok mindenen igyekeztek szerepeltetni a város nevét, és ezzel a hírét eljuttatni a világban. Én például találtam egy zsivásáron egy olyan kis füzetecskét, amelyik a szavária mosógépet reklámozza. Hát, hogy mosógépem is legyen, az még hátra van, de prospektus az már minden esetre megvan. Intézményi és magángyűjteményekben fellelhető anyagokból válogatott a szervező Vas megyei levéltár, a Berzsenyi Könyvtár helytörténeti klubja és a Vasi Múzeum barát egylet. Eltűnőben vannak már azok a bőröncímkék is, amivel az emberek a bőröngyükre ragasztva jelezték, hogy merre jártak a világba. Ez is szétvitte Szombathelyen, illetve szavária nevét, rajta a tihé szoborral, amiről sok Szombathely se tudja, hogy a Szerencse istennője. A márka neve Szavária Szombathely című kiállítás a Szavária történelmi karnevál látogatóit is várja egy képzeletbeli időutazásra.